Ma hatályban lévő korlátozó intézkedések változatlan formában fennmaradnak, a hétfőtől számítva még egy hétig biztosan. Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel jelentette be rádió interjújában, hogy március 21-én nem tudják feloldani a jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedéseket, mivel a járvány harmadik hulláma továbbra is erős. A miniszterelnök kiemelte, most készül az újranyitási terv, aminek első lépését akkor lehet megtenni, ha a védettek száma eléri a 2,5 millió főt. Ezzel minden regisztrált 65 év feletti megkapná az oltást. Orbán Viktor hozzátette, bizonyos szolgáltatásokat csak védettségi igazolással lehet majd igénybe venni, az azonban nem derült ki, hogy melyek lesznek ezek. A Tolna megyeiek egyetértenek a kormány döntésével. Jó, helyesen, addig, ameddig az oltási küszöböt nem érjük el, hogy mindenki be legyen oltva, és biztonságosan lehessen újra visszatérni a megszokott kerékvágásba, addig legyenek is ezek a korlátozások. Az emberek azt mondják, hogy a korlátozó intézkedések fenntartása nem meglepő, tekintettel a fertőzöttek magas és az oltottak alacsony számára. Ez várható volt nekem, ez nem váratlan egyáltalán, hogy amilyen a helyzet. Tehát... Zavarja? Sőt, hát nem tetszik, de el kell, hogy fogadjam józan ésszel. A többség tudomásul vette Orbán Viktor bejelentését. Mit tudunk csinálni? Én nyugdíjas vagyok, nekem tök mindegy. A vállalkozók jelentős részének ez az időszak bevétel kiesést jelent. A kormányzati támogatás épp az ő megsegítésüket szolgálja. Cirok Róbert, egy szekszárdi tetováló szalon tulajdonosa azt mondja, neki sem könnyű fenntartania magát és a családját, mégis úgy véli, ezekre az intézkedésekre szükség van. Igazából, hogyha ez kell ahhoz, hogy előbbre jussunk, vagy megszabaduljunk ettől az átoktól, akkor kénytelenek vagyunk tudomásul venni. Gulyás Gergely március 4-én jelentette be, hogy újabb korlátozások lépnek életbe Magyarországon a járvány elleni védekezés keretében. Az intézkedéseket március 8-ától rendelték el, és most már biztosan március 29-éig fennmaradnak.